Hogyha nem szeretnétek lemaradni szutykos, undorító testemről képek formájában, akkor mindenképpen kövessetek be Instagramon, pinkhorizon23 néven vagyok fent, illetve aki Fortnite-ozik, az mindenképpen írja be az item shopba azt a kódot, hogy pinkhorizon, ezzel engem támogattok minden egyes skin vásárlásotokkal. Sziasztok emberek, én pinkhorizon vagyok, és ebben a videóban meg fogjuk nézni, hogy az én drágalátos kiskutyám Lizzy mit fog arra reagálni, hogyha én meghalnék. Tehát elfekszek a földön és kíváncsi vagyok, hogy megpróbál-e segíteni, vagy otthagy. A Facebookot görgettem, valamelyik nap is ilyen videók jöttek velem szembe, hogy ezt eljátszották emberek a kutyáikkal, és tök érdekes volt, minden állatnak más a reakciója. Erre kíváncsi vagyok, hogy az én kiskutyámnak mi a reakciója. Nézzük meg. Na, most kimegyek az ajtómon, és hát oda megyünk a kiskutyámhoz. Egyébként nagyon régen volt már ilyen kutyás vlog, ott ül a kis drágaság. Nagyon rég volt ilyen kutyás vlog, és úgy gondoltam, hogy most miért ne legyen még egy. Szeretitek úgyis a vlogokat, én is a nyár folyamán el akarok kezdeni vlogokat gyártani ismét, és hát ez az első. Szia, Lizike! A kamerába. Szia! Nem. Jó van, akkor nem muszáj. Jaj, kidőlt. Egyébként most lett 8 hónapos, azt hiszem. Tehát még nagyon kis baba állapotban van. Na, de igazából nem is tudom, hogy hova tehetném le ezt a kamerát. Na, mondjuk a kamerát azt így ide leteszem. Remélhetőleg minden látszik benne. Az ajtót becsukom addig. És hát szia, kutyi! Szia! Meghalhatok? Na nézzük, mi legyen? Random elfekszek? Vagy menjek neki valaminek? Jaj! Egyelek meg! Hát érdekellek! Szia! Jó van! Jó van! Jó! Drágaság! Nem akarom! Jó! Na! Lényeg, hogy segíteni akartál. Mindjárt elmondom a nézőknek, hogy mit éreztem, jó? Élek és virulok. Drágaság. Menj vissza aludni. Nem harcolunk, menj vissza aludni. Karmolsz, meg harapsz. Nézzétek meg, ilyen. Ilyen amúgy. Na, menjen. Meg vagy hűlve? Mondd el nekik. Mondd el neki, ugass egyet! Nem ugatsz, okos vagy. Igen, köszönj el! Jó, nem nyúlok hozzád. Játékos kedvedbe vagy. Köszönj el a nézőktől, én visszamegyek a szobámba. De amúgy ügyes voltál, megmentettél volna. Tehát tudom, hogy rád számíthatok. Rád számíthatok, kisbabám. Igen. Na hát emberek, nagyon meglepődtem. Láttátok, hogy ott pihent végig. Majd amikor így hirtelen elfeküdtem, egyből felpattant, először elkezdett engem szimatolni, majd odament a kezemhez, igaz, hogy szétkarmolta, de odament a kezemhez, és utána pedig direkt nem vettem levegőt, és elkezdte szaglászni az orromat, gondoltam azt figyeli, hogy kapok-e levegőt, és veszek-e az orromon levegőt. Oda jött, próbált segíteni meg mindent, tehát tök aranyos volt. Ti is próbáljátok ki a házi állatotokkal, és majd írjátok a kommentben, hogy nektek mit reagált a kutyátok arra, hogy elfeküdtetek, vagy esetleg macskátok, vagy amilyen állatotok van. De én mondom, nagyon meglepődtem. Azt hittem, hogy le fogja szarni, és tovább fogod feküdni, mivel eléggé fáradtnak tűnt. De egyből felpattan, először feljött a mellkasomra, aztán átment a kezemhez, aztán meg elkezdte szaglászni az arcomat, tehát tök aranyos volt. Na de egy lett van az a videó, igazából ez csak egy teszt volt, leteszteltem a kutyámat, hogy mégis mennyire számíthatok rá, illetve a kamerámat is, hogy mennyire alkalmas még mindig vlogoláshoz, de amint elnézem, eléggé jó. Na de köszönöm szépen a figyelmet, emberek, ha tetszett, akkor azt jelzitek egy lájkkal, és iratkozzatok fel a csatornára. Én Pinkhorizon voltam, sziasztok!